la már a pamlogon ültünk, amikor váratlan kérdéssel fordult hozzám. Az emoji ugye csak azt teszi, amit én. Jól gondolom, ugye? Nem akar majd sünni Miért enne sünnit? Hiszen az ujját szopja, és megette a csöpp a máját is. De ettől ehetne sünit is? Nem, biztosan nem. De most, hogy említed, eszembe jutott, olvastam valahol, a sünnek állítólag nagyon finom a húsa. Hát, ezt nem hiszem el. De, ezt nem én mondom, hanem amikor szörfözök az internet. Van ország, ahol a kedvenc eledel a sün. Én biztos nem tudnék sünit enni, el magukat. Látod, itt van, mutattam a telefonomra, is, elkezdtem olvasni. Míg a marha 17 ezer poki felhőt ereszt az égbe, és ez rettenetesen szennyezi a környezetet, addig a sün harmat csepnyit. A középkorban népszerű ebéd volt, és tessék, itt egy recept ajánló, sündisznó római tálban. Ó, ez rettenetes! Most olyan vagy, mint a felnőttek. Miért olvasol nekem ilyet? Hirtelen elszégyeltem magam. Megfeledkeztem arról, milyen mélyen érintheti mindez. Ráadásul bizonyítékkal akartam hitelt adni szavaimnak. Egyáltalán nem voltam kedves. Dazosan nézett, csak nézett és hallgatott. Jóvá akartam tenni a hibám. Hadarva soroltam. A süniről készülnek plüsfigurák, ja, és sütnek süniformájuk kalácsokat is, és nagyon sokan tartanak sünt a házuk körül, a gyerekek imádják a sünöket. A kiengesztelésem nem járt túl nagy sikerrel. Ha hazamegyek a bolygómra, nem mesélem el, hogy van ilyen étkezési szokás. Miért van a sünnek tüskéje, ha meg sem tudja védeni magát? Amikor otthon vagyok, mindig előadja a magánszámát, és táncikál meg. Tüskét borzol. Én meg eljátszom, mintha megijednék tőle. Ettől olyan boldog tud lenni. Ezt csinálja minden alma evés előtt. Azt hiszi, táncolás nélkül nem kapna enni. Kis buta, de ha megtudná, hogy van, ahol megeszik őket, és azért hagyják túlszaporodni, mert finom a húsuk, és kicsit pukiznak, már majdnem sírt, úgy folytatta. Az én sűnémnek gyönyörű barna a szeme. Mosolyog, amikor meglát. Kedvesen puhán tartja a tüskéit, amikor simogatom. Soha nem bántana meg. Még akkor sem, ha haragudnék rá. Soha nem vágnál a fejemhez, hogy beképzelt vagyok, pedig tudom néha többet gondolok magamról, mint amit szabadna, mint most is. Amikor elindultam, és azt hittem, könnyedén visszajutok. A sünim kicsit hiú, de ki nem az? Szeret elbújni a fűben az almafa lehullott száraz lombjai között, és ha összesöpörtem, szétdúlja az avar, de sosem haragszom ezért. Mindig dicséri, milyen finom az alma, de tudom csak azért, hogy másnap is kaphasson belőle. Majd hirtelen megkérdezte. És a kis herceg báránya sosem pukizik? Csak az én sünim pukiáról írnak? És a bárányt senki nem akarja megenni? Nem akarom, hogy emberfia felfedezze a bolygómat, hogy megegye a sünim vagy a pukizását bizlassa. Remélem, sosem találnak meg. Mennyire elkeseredtem, Haragudtam magamra, miért megbántottam. Simogattam szöszi haját, egyre csak végaztaltam, és örültem, amiért nem húzódott el. Oda hozzám, és keservesen zokogott. Bántam is én már a számítógépem. A telefonom örökre száműztem, többé nem veszem elő, amíg velem van, soha többé. Nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy a világa miattam így megváltozhat. Azután mentő ötletem támadt. Tudod mit? Rajzolok egy hintaszéket a kis Emojinak. Valahogy ilyen lesz. Nézd? Rajzolás közben magamban esdekeltem. Csak bocsásson meg nekem. <coughs> Írta, rajzolta és elmondta Korek Mária.